A Magyar Diafilmgyártó Vállalat bemutatja Óceánia legszebb tájai című diafilmjének első részét. Új-Guinea mellett Óceániában a legnagyobb Új-Zéland két szigete. Itt kezdjük el utazásunkat annál is inkább, mert magam is innen indultam el az Óceánia szigetvilágban végzett kutatásaimra. Képsorunkat jelképesen Új-Zéland címermadarával, a kivivel indítjuk el. Ez a szárnyatlan, rokontalan madár csak itt fordul elő. Szigorú természetvédelmi intézkedésekkel talán sikerül megmenteni a kihalástól. Új-Zéland másik érdekessége, hogy a Csendes-óceánt körülvevő úgynevezett mozgékony övezetbe tartozik. Vulkáni működés, földrengések jellemzik. Vairakei szigetén épült fel a világ második geotermális erőműve, a képünkön látjuk, mely a föld hőjét használja fel elektromos áram fejlesztésére. Rotorua város világhírű vulkáni jelenségeiről nevezetes. A feltörő melegvízből a mészkő úgy rakódott le, hogy ilyen teraszos, egymásba ömlő medencék alakultak ki. Még érdekesebbek az iszap vulkánok. A forró iszapból feltörő gőzök és gázok egymásba kapcsolódó fantasztikus rajzú képződményeket hoznak létre. Igazi kúp alakú vulkánok is vannak itt. Ilyen a 2516 méter magas alvó vulkán, a Mount Egmont is. 1755-ben tört ki utoljára. Sokkal haragosabb a képünkön látható Ngaunruoe vulkán. Legerősebb kitörése 1954-ben volt, ekkor mintegy 5 köbkilométernyi láva ömlött ki belőle. Jelenleg alszik, de eléggé nyugtalan az álma. Az északi szigetről a délire 3,5 óra alatt érünk át a kompajóval. Itt a Kaikourua hegység hófette gerince fogad minket, és megkezdhetjük utazásunkat a föld egyik legfestőibb hegyvidékén, az új-zélandi déli Alpokban. A Mount Cook Nemzeti Park felé haladva, a Tekapó tó partján kis kőtemplomot ejtünk útba. Kék tavak, hegyek, sziklák festői vidéke következik. A Pukalki tó sziklás partjairól nézve a látóhatár szélén jól látszik a Mount Cook csúcsa. A tó mozdulatlan vizében visszatükröződnek a szeszélyes formájú hegyek. A Mount Cook 3764 méter magas, az ország legmagasabb csúcsa. A hasonló nevű nemzeti park területén 30 sziklaorom is meghaladja a 3000 métert. A kép előterében látható csillagfürt észak-amerikai eredetű, a mögötte lévő cserjék és fák kizárólag Új-Zélandban honos növények. A pompás csúcsok egyike a Mount Sefton. A képen látható oldala a legnehezebben megmászható sziklafalak közé tartozik egész Új-Zélandban. Itt még megtaláljuk az érintetlen természetet. Őserdők és fjordokkal csipkézett nyugati tengerpart, háttérben a déli Alpok havas gerincével. A déli sziget tengerpartjának egyik legszebb pontja a Milford-öböl, Gletscher Marta U alakú völgyek meredek hegycsúcsok között. A Hayes-tó környékének festőjen szép őszi tájképével búcsúzunk Új-Zélandtól, és indulunk tovább Óceánia ismeretlen tájai felé. Ez a különös madár, a kagu, kizárólag Új-Kaledónia szigetén él. A kihalás veszélye fenyegeti. Bár nem címermadár, de ott szerepel az új-kaledóniai bélyegeken és pénzeken. Érdemes egy pillantást vetnünk a sziget fővárosára, Numeára is. Páratlanul szép fekvésű helyen épült, a sötétkék trópusi tengerpartján. Itt szerveztem kutatóútjaimat, hogy felfedezzem Új-Kaledónia pusztulóban lévő állatvilágát, főképp az alig ismert, apró, ízeltlábú állatokat. A kókuszfák tere Numeában virágzó lángfákkal. A lángfa eredetileg Madagaszkár szigetén honos, de gyönyörű piros virága miatt a föld valamennyi trópusi vidékén elterjedt. A fővárost, Numeát elhagyva, a legszebb óceániai trópusi tájakra érünk. Ilyen az Ansebata nevű városrész is csodálatos tengeröbleivel.
mintha egy óriás késsel hasította volna ki a trapéz alakú Metr szigetet. Sötétkék tenger és türkisz korallszirtek öleli körül. Ezekben a vizekben valósággal hemzsegnek a káprázatos színű tengeri halak és csigák. A tengerpart mentén indultunk útnak. Pálmafákkal szegélyezett partok, csendes öblök fogadtak mindenütt. Csak az ég valószínűtlenül kék színe és az eget egy árnyalattal sötétebben visszatükröző tenger jelezte, hogy óceániában vagyunk. Első útunk keletre a sziget belsejébe vezetett. Itt részben természetes, részben duzzasztott víztárolók vannak, ezek látják el ivó és ipari vízzel a fővárost. A vörösbarna talaj és a barnás zöld levelű fák sajátos jelleget adnak az itteni tájnak. Új-Kaledónia jellegzetes növénye az araukária fenyő. Az itteni araukária fajrokonai Dél-Amerikában élnek, de előfordulnak Új-Guineában is. Jelenlétük egyik bizonyítéka annak, hogy ezek a területek valaha egyetlen őskontinens, a Gondwana föld részei voltak. Expedíciónk egyik célja az volt, hogy hasonló bizonyító fajokat találjunk a talajállatok között is. Több eddig ismeretlen talajállatfaj igazolta elgondolásunk helyességét. Új-Kaledóniában van a nikkel egyik leggazdagabb előfordulási helye. A bányászat miatt erdőket írtanak ki, utakat, felszíni fejtéseket építenek. Képünk az egyik épülő utat mutatja. A sziget egyik legszebb része Burel környéke. A tenger munkája lekoptatta a parti hegyeket és előbukkantak a kőzetek különböző rétegei. Ez az öböl az úgynevezett teknős békaöböl. Névadói, a teknősök már kipusztultak a környékről, az araukária ligetek és az erdő borította hegyoldalak azonban mindenütt megtalálhatók. Itt, ezen a tengerparton tűnt számomra a legfestőibbnek a csendes óceán. A látóhatár szélén keskeny, sötétkék csík a nyílt tenger, a fehér tajtékvonal a korallzátony hullámtörése, beljebb a korallszigetek mélységétől függően sötétebb vagy világosabb kék a partmenti tenger. Burájnál keletre fordultunk és behatoltunk a sziget belsejébe, a hegyek közé. Soha nem látott növények tárultak a szemem elé. Új-Kaledónia növényvilágának háromnegyed része endemikus, azaz egyedül itt előforduló különlegesség. Ilyen a kép közepén látható vörös virágokkal teli fa is. Növényfurcsaság ez a húsos levelű, piros porzós virág is. Közelében a sziklarepedésekben eddig ismeretlen apró pókfajt fedeztem fel. Kutatásaim eredményeképpen ma Budapesten található a világ leggazdagabb pók és talajatka gyűjteménye. Több példányt tartalmaz, mint a Párizsi Múzeumé, holott Új-Kaledónia francia fennhatóság alatt áll. Az északkeleti parton rövid, de bővízű folyók ömlenek a tengerbe. Első új-kaledóniai utamon 1969. októberében, amikor ez a felvétel készült, még emberi erővel vontatott komp bonyolította le a folyami átkelést. Nem sokkal ezután hidak épültek, amelyekhez kényelmes betonút vezet. Hosszabb ideig tartózkodtam a keleti part egyik legszebb vidékén, Ponerjuen mellett. Eleinte folyton esett, majd visszatért a szép idő, a tenger és az ég mély kéken ragyogott. Itt a fő-szigeten, Grand Terre a neve, végeztem a kutatásaimat. A sziget felső végén mészkőben képződött barlangok találhatók. A barlangokban vakállatok élnek, egy régebbi korból fennmaradt érdekes faj maradványai. Értük kutattam végig a Kumak folyó völgyét, a képünkön látható karsztos területet. Miután végigjártam a szigetet, munkám végeztével ismét a tengerpartra jutottam. Innen repülőgépen utaztam vissza. A kisgép először a sziget észak-keleti partjára repült. Már a leszálláshoz készült, amikor lent a tengerben érdekes alakú gránit sziklát pillantottam meg. A Hyengen mellett fekvő gránit sziklát kotlóstyúknak hívják. A képre nézve megállapíthatjuk, hogy rászolgált a nevére, jól látszik a tyúk taraja és a csőre is. Hyengen környékén a szárazföldön is találunk ilyen fekete gránitból álló sziklákat.
Legtöbbjük a helyi lakosság szent helye, engem azonban a repedésekben meghúzódó apró állatok érdekeltek. A trópusi napsütés annyira átüzesíti a fekete sziklákat, hogy a repedésekben csak rendkívül hőtűrő, különleges fajok élnek meg. Sikerült is több ismeretlen fajt felfedeznem. Hiengenből ismét repülővel utaztam vissza a fővárosba. Leszállás előtt az alkonyat fényeit kihasználva sikerült érdekes felvételeket készítenem a tengerbe ömlő kis folyók torkolatvidékéről. Következő repülőutam az Ildepenre, a Fenyők szigetére vezetett. Kisgépünk nagy csoport turistával hagyta el a fővárost. Mivel alacsonyan repültünk, jól láthattuk az Amédé világítótornyot, egy csodálatosan színes korallszigetcsoport tenyérnyi szigetén. A Fenyők szigetét Kukkapitány nevezte el így, nyílegyenes sudár araukária fenyőiről. Ez a fenyőfaj csak itt fordul elő, de fajrokonait megtaláljuk Dél-Amerikától Új-Kaledónián át egész Új-Guineáig. A sziget partjain korallképződmények jöttek létre. A képen jól látjuk, hogy a fákkal borított korallmész réteget a földkéreg erői fokozatosan a tengerszint fölé emelték, a hullámok pedig mély barlangot váltak a felszínre került korallsziklákba. Az állami erdészet egyik üresen álló házában kaptam szállást. Szobámban találtam egy óriás levélutánzó szöcskét. Amikor először hozzányúltam, hatalmas rágójával véresre harapta az ujjamat. Ezután már óvatosabb voltam, védőkesztyűnként gyapjú zoknit húztam a kezemre. Így sikerült ráültetnem a fényképezőgépem tokjára, és közeli felvételt készíthettem róla. A felvételen jól látszik, hogy a zöld szárny erezete mennyire hasonlít a falevél fő és mellékereihez. Az 1870-es párizsi kommun leverése után sok-sok részvevőjét a Fenyők szigetére deportálták. A foglyok a sziget legmagasabb csúcsáról kémlelték a látóhatárt, innen várták szabadulásukat. A késői utódok erre a pontra keresztet állítottak emlékezetükre. Sötétkék tengerrel egybefolyó ég, a fehér vatta fellegekkel, ebben a panorámában tűnik fel a Föld egyik legcsodálatosabb látványossága, a csendes óceán gyűrűs korallszigetei. Új-Kaledóniától keletre több száz kilométer hosszú korallzátony húzódik. Egyik legnagyobb szigete Lifu, itt kezdtem kutatni az óceániai erdők még ismeretlen állatvilágát. A szigetet összefüggő erdő borítja. Az araukáriák sudártörzsei messze kimagasodnak az alacsony fák közül. Lifu szigetének területe 1150 négyzetkilométer és kereken 8000 lakosa van. Közülük ma mindössze 78 európai. A múlt században élénk missziós tevékenység folyt itt, egyaránt működtek a szigeten katolikus és protestáns hittérítők. A hívek megfogyatkozásával a nagy templom többnyire üresen áll, pusztítja a trópusi nedvesség. Egyik utamon elhagyott szellemfalura bukkantam. A lakosság valamilyen okból eltávozott, a házak nagy része összedőlt, a kókuszültetvény elvadult. A falakon bromélyák és más növények telepedtek meg. Az igazi örömet számomra csodálatosan szép, háborítatlan őserdőben való bolyongás jelentette. A sziget korallmész alapkőzetét a trópusi esőzés valósággal szivaccsá oldotta. Az üregek, sziklatarjuk szinte járhatatlanná teszik az erdőt, így nem gazdaságos a fakitermelés sem, szerencsénkre. A környékbeliek taposta erdei ösvények csak a kutatót szolgálták. Ha munkám úgy kívánta, előszedtem a gyűjtő és talajvizsgáló eszközöket, és letelepedtem az erdőben. Érdekesnél érdekesebb, részben ismeretlen rovarfajokat ejtettem zsákmányul. Erdei útjaim során csak egyszer találtam írtást. Ezt is csak az elektromos áram vezetékének építéséhez vágták. Az előző évben kivágott fák száradó törzseiből ritka cincérek és más farontó rovarok bújtak elő. Az erdő egyik rejtett zugában csodálatosan meghajlott öreg fára bukkantam. Fikuszféle lehetett, mert kötegekben csüngtek róla a karvastagságú óriási léggyökerek.
A Magyar Diafilmgyártó Vállalat bemutatja Óceánia legszebb tájai című diafilmjének második részét. Ója Leua, ilyen dallamos neve van havai nyelven ennek a megypiros virágú havai szigeti fának. Amikor először jártam a szigeteken, éppen virágjában volt, távolról nézve, mintha egész hegyoldalak virágba borultak volna. Honolulu a havai szigetek fővárosa. Híres szórakoztató negyede a Waikiki, ahol esténként sokszor olyan vörös az ég, mint a leuafa virága. Bár a Honolului Múzeum vendégjeként jártam itt, a fővárosból keveset láttam, a tudományos munka a szigetek távoli zugaiba szólított bennünket. A város tele van parkokkal, kertekkel. Itt is virágban állott a madagaszkári eredetű tűzfa, amelyet már Új-Kaledóniából ismertem. A Moana Hotel előtt táblával jelölték meg ezt a banyán fát, ázsiai fikuszféle, noha ez a példány szinte eltörpül a havai szigetek legnagyobb fája mellett, amelynek talajra nyúló támaszgyökerei 50 méter átmérőjű helyet foglalnak el. Honolulu villanegyedében piros falként húzódnak a Mikulás virágból ültetett élősövények. Ez a növény mexikói eredetű kutyatejféle, amely dísznövényként az egész világon elterjedt. Ausztrália felől érkező repülőgépünk elhaladt Pearl Harbor kikötője fölött. Itt áll a japánok második világháború alatti támadását felidéző emlékmű. A havai szigetcsoport fővárosa Honolulu az Oahu szigeten épült. Innen indult el expedíciónk. A várost a Gyémánt fej nevű hegy irányában hagytuk el, a tengerpartja mentén haladva, amelynek színe itt is olyan sötétkék, mint Óceániában mindenütt. Oahu szigetét tökéletesen megépített autópályák hálózzák be. Rengeteg itt az autó, mert a lakosság jelentős része a várostól távol, kertváros övezetekben lakik. Az autópálya szintkülönbségeit alagutakkal, viaduktokkal egyenlítik ki. Képünkön a magyaros hangzású Pali alagút bejáratát látjuk. Molokait, az egyik legkisebb szigetet éppen csak érintettük, hogy néhány talajmintát vegyünk rajta. A sziget északi partján páratlanul szép természeti környezetben volt egykor a lepra telep. A havai szigetek Óceánia északi részén vannak. Fontos vizsgálatokat végeztünk Kauai szigetén, amely több mint 5 millió éves. Korát a szigetet felépítő kőzetek radioaktív izotópjai alapján pontosan meg lehet állapítani. Ám ezen a képen is látható, hogy régebben keletkezett területről van szó, ugyanis hosszú időbe telik, amíg a völgyek ilyen mélyen bevágódnak a hegyekbe. Az egyik legérdekesebb havai képem Kauai partjai napfelkelte után. A csaknem vízszintesen érkező napsugarak kiemelik a sok csapadéktól szinte késpengeszerűen lekopott hegygerinceket. Az Opaeka vízesések mélyen bevágódott völgybe zuhannak alá. A havai szigeteken nagyon sok az eső, így még a frissen írtott hegyoldalak is gyorsan kizöldülnek. A havai szigetek legnagyobb folyója, a Wailua, szintén Kauain, a legöregebb szigeten található. A Menehune tó Kauai szigetén. A tó medrét a monda szerint egy törpe egyetlen éjszaka ásta ki. Útunk következő állomása Maui szigete volt. Számos érdekessége közül az egyik a kép hátterében látható, fantasztikus alakú hegy, az Iao tű. Az előtérben hatalmas köveket görgető hegyi patak folyik. Bár nem volt rá idő, hogy még közelebb menjünk a hihetetlenül meredek hegyhez, a ködös esős idő ellenére sikerült tűrhető fényképen megörökítenem. Maui szigetének egyik nevezetessége a Haleakala vulkán. Több alkalommal felkerestem, hogy talajvizsgálatokat végezzek rajta, hol pedig filmezés céljából. A hegyről nézve reggel többnyire tiszta a látóhatár, de délfelé lassan felhők gyülekeznek a tenger fölött. A legtöbb látogató a Haleakala vulkán kialudt kráterét keresi fel.
A hatalmas kráterben valamikor több fiók vulkán működött. Ma olyan, mint a holdbéli tájon járnánk. A vállalkozó szellemi turisták gyalog vágnak neki a vulkánhoz vezető, egynaposnál is hosszabb útnak. 3000 méter körüli magasságban fagyos éjszakát kell eltölteniük a szabadban, de a csodálatos látvány kárpótolja őket a kényelmetlenségekért. Alkonyat felé megnyúlnak az árnyékok, és a tenger felől köt kúszik fel a Haleakala kráterébe. A kép egy lávafolyás medrét mutatja. A Haleakala kráter botanikus érdekessége ez az ezüstkard nevű, a napraforgó rokonságába tartozó növény. Az elmúlt évtizedekben szinte teljesen kipusztították, de újabban visszatelepítik, és így sikerült a számát növelni. A sziget alacsonyabb részein, főleg az utak mentén sűrű páfránybozót nő. A páfrány itt az erdő kipusztítását jelzi, mert elsőként jelenik meg az erdőirtás helyén. A gyorsan növő páfrányfák jellegzetesen beletartoznak a táj képébe. A fák tövében érdekes, ősi, ízelt lábú állatok élnek. Erdei tisztásokon, útak mentén a benszülött havai virágokkal együtt nőnek behurcolt kerti virágok is. A sziget éghajlata üvegházéhoz hasonló, a szabadba kerülő virágma könnyen kikel és néha óriásira nő. Látni itt bokornagyságú muskátlit, hortenziát és más európai kerti virágot tucat számra. Valószínűleg ilyen ez a fuchsia is, amit az út mentén fényképeztem. Utolsó állomásunk a nagy havai sziget volt. Ez a sziget csak körülbelül 1 millió éves, itt a legfiatalabb, tehát a legélénkebb a vulkáni tevékenység. Hilo, a főváros partjánál a tengerben heverő fekete lávadarabok jelzik, hogy a vulkáni tevékenység a sziget belsejéből idáig hatol. Útunk előbb a tengerparton vezetett, majd fokozatosan kapaszkodtunk fel a még működő vulkánokra. A parton egy régi apró templomot találtunk, amely Szent Péter nevét viseli, bár nemigen emlékeztet római testvérére. A havai szigeteken szinte mindig működik valamelyik vulkán. Mi is szerencsések voltunk, lefényképeztettünk egy lávaömlést. A frissen kiömlött láva gyorsan hűl ki, hatalmas, lepényszerű darabokban. Ha repedésekbe benézünk, látjuk, hogy a mélyben ízik a láva, de a megszilárdult felszínen már járhatunk vastag talpú cipőben. Mint a tábla is mutatja, a turistának szigorúan tilos ezekre a helyekre belépni. A havai vulkánok lávája rendkívül híg, szinte vízszerűen folyik. Gyors folyása miatt veszélyes a közelébe menni. Kevéssel odaérkezésünk előtt egy friss lávaömlés éppen eltorlaszolt az országutat. Még füstölt a kihűlő láva, amikor a turisták már megjelentek a helyszínen fényképezni. Hawaii szigetén felkerestük a 4205 méter magas Mauna Kea vulkánt. Hideg évszakban, amikor ez a felvétel is készült, kiterjedt hótakaró fedi. Nyáron a hótakaró visszahúzódik, ebben az időszakban közelítettük meg a csúcsot, hogy talajmintákat gyűjtsünk. Piros Land Rover kocsinkkal egészen a csúcs alatt lévő obszervatóriumig sikerült feljutnunk. Innen gyalog mentünk tovább. Előbb még a kocsi tetejéről készítettem néhány felvételt a csúcsról. A Hawaii szigeteken hirtelen köszönt be az éjszaka. Alig, hogy a nap lebukik, kelet felől már sötétség borítja a lezeget. Fény és árnyék valami leírhatatlan zöld színbe megy át egymásba. Ezeket a pillanatokat örökíti meg a felvételem. A híres földrajzi utazó Balázs Dénes a csendes-óceáni szigeteket asztallapra szórt mágszemekhez hasonlította. A képen a két mágszem. Felvételünk a Samoa-szigetek fővárosa Apia közelében készült, de ugyanilyen a tengerpart és ilyenek a pálmafák a csendes-óceán bármelyik szigetén. Erről a felvételről a hozzáértő szem azonnal megállapítja, hogy vulkáni szigeten készült, mert fekete homok csak elmálott vulkáni kőzetekből keletkezik. A fekete homokkal borított festő ilyen szép, szóló-szóló öböl 7 kilométerre van Apiától. Apia közelében, Mulinúban van a világ első zsupfedelű parlamentje.
Ez a különös képviselőház a nagyfőnökök temetkezési helye mellett található. Stevenson, a Kincses-sziget világhírű írója legszebb éveit Számoában töltötte innen származó feleségével. A Vaea-hegy tetején, Pajában temették el. Bár tudományos kutatások céljából kerestem fel a szigetet, én is elmentem a sírhoz, turisták ezreihez hasonlóan. A szarkofágon mindig van friss virág. Mindössze 20 percnyi repülőút után gépünk az Egyesült Államokhoz tartozó amerikai Számoán szállt le. A repülőtér mögött látható furcsa hegyneve Rainmaker, azaz esőcsináló. Ha a csúcs körül megjelennek a fellegek, rövid időn belül zuhog a szigeten a trópusi zápor. Pago Pago a kikötő festő jöbből partján fekszik. A kormányépületek és a turistaszállók egyaránt a helyi építkezést utánozzák, zsúptetővel vannak fedve. Ez nem csak a legjobb hőszigetelő a trópusi klímában, hanem jól véd a hatalmas esőzések ellen is. Tahiti, pontos polinéziai nevén Otaheiti, Óceánia leghíresebb szigete. Kétszer is jártam ott, egyszer tudományos kutatás céljából, másodszor egy televíziós filmsorozat készítése során. A fővárost, Papeitét meredek, vulkanikus hegyek veszik körül. Papeité közelében, a Maeva-öbölben luxus hotel várja a nagypénzű turistákat. Az öböl bejáratát korallzátony védi a nyíltenger hullámaitól. Papeité repülőtere a tengerbe épült, úgyhogy feltöltötték az alig fél méteres vízzel borított korallzátonyokat. A repülőtérrel szemben, mint egy 20 kilométernyi távolságban emelkedik Moorea szigete, vulkánikus eredetű csipkés hegycsúcsaival. Óceánia egyik legszebb tengeröblének tartják a Moorea északi partján lévő Opunohu öblöt. Papeitétől 10 perces repülőúttal vagy hajóval érhető el. Alkonyatkor Moorea szigete a világos aranysárgától a piros számtalan árnyalatán át a feketéig minden színben tündöklik. Amikor az égbolt felölti a trópusi naplementére jellemző zöld színét, a hegyek körvonalai feketére változnak. Óceánia atoll szigetei mindenütt egyformán szépek. A lagunák mozdulatlan vize élesen tükrözi a pálmafákat és az alattuk meghúzódó kunyhókat. Itt végzett talajvizsgálataim néhány jellegzetes, apró ízeltlábú felfedezését eredményezték, és emellett sok-sok ilyen szép felvételt. Sokan Bora Bora szigetét tartják valamennyi óceániai sziget között a legszebbnek. Repülőgépről nézve, mintha valami különleges rajzfilm részlete lenne, a tenger kék árnyalataival, a fekete vulkáni kőzetekkel és a hófehér felhőkkel. Sajnos ma már Bora Bora is idegenforgalmi látványosság, luxus szállodával, megfizethetetlen árakkal. Van azonban Óceániában egy olyan valami, amit sem a turizmus, sem a kapzsiság nem ronthat el, a tájak szépsége. Ezzel búcsúzunk álmaink birodalmától, Óceániától. Írta, fényképezte és elmondta dr. Balogh János. Szerkesztette Fehér Judit.